Radó Béla, Mezőzombor polgármestere júliusi látogatásunkkor beszámolt arról, hogy a Rákóczi úton, a település fő utcáján jött létre a modern épület, az óvodával egyesített intézmény. 212 fős csoportot hoznak létre, szakképzett dolgozók foglalkoznak majd a kisgyermekek szellemi és testi fejlesztésével. Egyre többen térnek vissza a munkavilágába családalapítás után, a bölcsődei ellátás megléte megkönnyíti az édesanyák számára a munkába állást. Természetesen megnyugtató tényként szolgál számukra, hogy gyermeküket mindennel felszerelt, a 21. századi követelményeknek maximálisan megfelelő, szeretetteljes közösségi térben tudhatják. Korábban már az is elhangzott, Mezőzomboron a 3 év alatti gyermekek száma kiemelkedően magas, országos átlag feletti. A rendelkezésre álló statisztikai adatok alapján éves szinten 20-30 gyermek születik Mezőzomboron, de nem csak a helybeli, hanem a környébeli csöpségeket is várják az intézménybe. Ennek fényében azt gondoljuk, hogy igény mindenképpen van a szolgáltatásra, és reméljük a családok számára nagy segítséget nyújt az ellátás. A tervezett megnyitás dátuma ugyan kissé késik, de ennek oka a további fejlesztések annak érdekében, hogy a legmagasabb szintű ellátást tudják nyújtani. Így immár 340 millió forintos keretösszegből jön létre az intézmény. Többféle alternatív fűtési rendszer is kiépítésre kerül az épületben az energiatakarékosság és a környezettudatosság jegyében. Amióta legutoljára itt jártatok nálunk, azóta elkészült a bölcsöde szerkezete, készen van a tető, gyakorlatilag a fizikai munkák befejezéséhez közeledünk lassan, mint ahogy az látszik is a háttérben is, illetve majd a vágóképeken, egy 99%-os készültségi állapotban van a bölcsödénk, most már folyik az eszközöknek a közbeszerzése, és reményeink szerint, hogyha ezek néhány hónapon belül beszerzésre kerülnek, akkor reményeink szerint még az éven valamikor meg tudjuk nyitni a bölcsödét. 2 csoportszobával rendelkezik a bölcsöde, ez azt jelenti, hogy összesen 24 főt fogunk tudni majd fogadni a nyitás után. A 2 csoportszobához nagyon sok kiegészítő helység épült még meg. Lesz 2 olyan csoportszobánk, ahol speciális igényű gyerekeknek a fejlesztése tud majd megtörténni. Az intézmény vezető és helyettes is külön szobát kap az épületbe, illetve az étkezéshez szükséges konyhák is elkészültek, de itt főzés a helyszínen nem történik, csak ételkiosztás lesz. Külön helységet kapott még egy konyha, ahol az itt dolgozók tudják a saját étkeiket elfogyasztani, illetve egy öltöző, ahol a napi munkához szükséges ruhaváltást el tudják végezni. Természetesen azok a szülők, akik már nagyon várják, hogy a bölcsöde megnyisson, ők már heti szinten keresnek valamilyen úton, módon, és ugye ugyanazt a kérdést teszik fel, hogy mikortól lehet jelentkezni a bölcsödébe, és sajnos ezt még nem tudom megmondani, mint ahogy említettem is, még az eszközöknek a közbeszerzése folyik pillanatnyilag, tehát amikor majd kiválasztásra kerül az a cég, aki az eszközöket be fogja szerezni és beépíteni, hogyha ez a vállalkozói szerződésnek az aláírása megtörténik, akkor fogok tudni időpontot mondani, hogy mikortól fog megnyitni a bölcsöde. A bölcsöde közös intézményt fog képviselni az óvodával, tehát a jelenlegi óvodai vezető lesz a bölcsödének is a vezetője. Azok a dolgozók, akik itt fognak dolgozni, részben újak, akik még nem dolgoznak az óvodában, részben pedig olyanok kerülnek át az óvodából a bölcsödébe, akiknek már van sok éves tapasztalata. Az energiahatékonyság jelében valósult meg az intézménynek a fűtésrendszere, a legmodernebb hőszivattyúk kerültek beépítésre, és egy 10 kW-os napelem is felkerült a tetőre, ami déli oldalra néz, és bízom benne, hogy így az energiafogyasztása az épületnek minimálisra fog csökkenni majd. A kormány jelentős fejlesztési forrásokat biztosít a bölcsödék építésére és modernizálására, a tapasztalatok is azt mutatják, hogy van igény az intézményekre. A beruházás munkahelyeket is teremt a térségben, hiszen szakképzett kisgyermeknevelők és dajkák látják el a felügyeletet,
és a gyermekek fejlesztését. A környéken lévő bölcsödék maximális létszámmal működnek, és több helyen várólista van, így a környébeli gyermekeket is szeretettel várják. A település vezetői elmondta, reméli, hogy a létesítmény mindenki nagy megelégedésére szolgál majd.